Én is azt gondolom, hogy aki teheti, az maradjon otthon. Ez viszont nem mehet a kutya sétáltatás rovására. Természetesen nem egy kávézóba megyünk el sétálni a kutyusokkal, és nem is egy olyan helyre, ahol többen lehetnek, hanem csak a faluban, a falu utcáin igyekszünk az egészségügyi sétánkat megtenni. És amiben szeretnék nektek segíteni, egyrészt, hogy gondoljátok át, hogy mennyi időtök felszabadult, és végre van idő a kutyanevelésre. Ugye nagyon sok embertől hallom azt, hogy de nincsen rá idő. Természetesen a napi rohanás mellett örülnek, amikor hazaérnek, és miután hazaértek, akkor meg a gyerekekkel kell foglalkozni, vagy a házi munkával. Na, most itt az idő, hogy egy kicsit a kutyákkal is foglalkozzatok, hogy hogyan igyekszem nektek minden nap egy-egy új videót készíteni, akár arról, hogy hogyan lehet behívni a kutyát, akár arról, hogy hogyan kell leszídni, hogyha valamit szétrág otthon. Úgyhogy kutyasétáltatásra fel, és igyekszem azt is megmutatni, hogy hogyan lehet akár nagy testű kutyákat úgy sétáltatni pórázzal, hogy ők ne rángassanak.